A Jászberényi rendőrkapitányság lopás büntet elkövetése miatt folytat eljárást egy Jászjákóhalmi lakcímen tartózkodó férfi ellen, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2022. július 21 és augusztus 6-a között egy helyi jelenleg lakatlan ingatlanba bement, és onnan bontott autó alkatrészeket, kábeleket, szerszámokat és csaptelepet tulajdonított el. A helyszíre kiérkező nyomozók szemlét tartottak, tanukat hallgattak ki és adatgyűjtés folytattak. Augusztus 2. felében két újabb bűncselekményről érkezett bejelentés a rendőrkapitányságra. Ez alkalommal is Jászjákóhalmán történtek betöréses lopások. Az egyik házból laptopot, játékkonzolt, parfümöket és vegyi árukat tulajdonítottak el, míg a másikból radiátorokat vitt magával a jogsértő, sőt egy kéményt is lebontott. Októberben és novemberben sem tétlenkedett a férfi, ekkor is Jászjákóhalmi családi házak tulajdonosai voltak a sértettek. A végrehajtott nyomozási cselekményeknek köszönhetően a betörés sorozat végére 2022. november 2-án került sor. A bűncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit az egyenruhások elfogták, előállították és kihallgatták. A férfi mindent bevallott. Elmondta, hogy az értékeket pénzítette. A terhelt további két általa elkövetett bűncselekményről is beszámolt a kihallgatóknak. Így vélhetően tovább bővül a 23 éves jogsértő Bühnlein Stroma.